Sziasztok! A mai videóban a glamour napi zsákmányaimról szeretnék beszélni, és ennek megfelelően Bogyó Cica már rá is vetette magát a kosárkára. Ugyanis nálam a glamour napok arról szólt, hogy elmentem a Müllerbe, és felhasználtam a 20%-os kupont, és itt kifújt az egész dolog. Tehát én nem vadáztam annyira a kuponokat. Kivágtam egyet-kettőt, de igazából nem volt szükségem annyi fajta smink termékre, hogy mondjuk végigjárjam a Rossmannokat és a DM-eket, például Rimmel termékek után kutatva. Bementem a Müllerbe nyitásra, akkor még nem volt sok ember, és szépen békésen bevásároltam. És akkor lássuk szépen sorban, hogy mikre is tettem szert. Első körben mondjuk legyen arról szó, ami Miu Cicát nagyon érdekli, ugyanis Miu a másik neve a Bogyó mellett, ugyanis vettem jutalomfalatokat, ugye én a múltkori állatos videóban említettem, hogy ezeket a fajtákat igazából minden helyen meg lehet vásárolni, és a Pet Bistrónak, a Müller saját márkájának is van ilyen jutalomfalatja. Hát most már azt szeretné, hogy adjak neki belőle, és vettem igazából két ízben. Ez szerintem marhás, és nem tudom milyenes, mert nem tudok németül. Marha és csirkét megtaláltam a magyar közben. A másik pedig csirkés és pulykás ízesítéssel van. Az 5 darab kerül olyan 300 forintba, ha jól emlékszem. Sajnos a vlogot nem tettem el, úgyhogy nem leszek annyira rendes vlogger, hogy elmondjam az árakat. A lényeg az, hogy viszonylag megéri az árát, ez a fajta jutalomfalat ott is, és az 20%-kal is vettem, mind itthonra, mind pedig édesanyámhoz az ő kutyusának. Szintén állatos termék a videóban emlegetett kakizacsi, ugyanis Pet Bistro, mint kiderült a márkája. Ugye ott említettem, hogy tappancsok vannak rajta, és púderillatú, én ezt nagyon-nagyon szeretem, mert egyrészt fekete, tehát hogy az ember nem annyira van tisztában az, hogy mit is szed fel vele, kicsit azért, hogy igen, elrejti a dolgokat, és a púderillat az nagyon kellemessé teszi a dolgot, mert elnyomja bizony a kakinak a szagát. Nagyon hasznos termékről van szó tényleg, és hát Muffint most nagyon érdekli, mert zörögtem az előbb. Szerintem most ellátom őket jutalomfalattal. Itt van Söd is. És Maszat is közeledik már. Többen egyébként jelezték, hogy hiányolják Muffint és Maszatot, úgyhogy őket is most majd igyekszem a videókban megmutatni, hiszen ők is azért itt vannak velem, csak általában alszanak. Ronda, Lusta, Disznó, az összes állatka is folyamatosan csak alszik. Gyilkos Bogyó és a jutalomfalat. Úgy egyek. Egyébként nagyon szépen fejlődik, mint láthatjátok, egyre nagyobb, és most már bizony hájas bizonyos részeken, úgyhogy oda kell rá figyelnünk, hogy nehogy túlságosan elhízlaljuk. És itt van Maszat is, bizonyíték, hogy bizony ő is jelen van az életünkben, csak tényleg a legtöbb alkalommal az íróasztalom alatt a birka bőrön szeret aludni, és abszolút nem érdeklik a körülötte folyó események. Ugyanakkor szerencsére nagyon sokat játszik Bogyó Cicával, és én nagyon örülök. A következő termék olyan termék, amit alapvetően a Fresnapban szoktunk megvásárolni, de most felfedeztem, hogy a Müllerben is kapható, úgyhogy ezt is megvásároltam a 20%-os kuponnal. És ez egy 8-1-ben vitaminos, gluténmentes, hiper-szuper fajta jutalomfalat. Van benne bárány és vörösáfonya, és igazából több ízben létezik, és mindegyik ilyen, hogy valamilyen húst és gyümölcsöt vagy zöldséget tartalmaz. A vörösáfonyásat ismerjük már, úgyhogy ezt megvettem neki, majd a többi ízzel is fogunk kísérletezni, de az biztos, hogy ezt nagyon szereti. Még egy termék van, amelyet az állatkáknak vettem, ez egy Pet Bistro macska tej, ugyanis ezt kevesen tudják, de a legtöbb macska laktózérzékeny, és bizony hasmenése lesz, hogyha tejet adunk neki. Na most ez azt nem szokta zavarni, akinek kinti cicái vannak, hiszen ott nem is látja, hogy hova és miért kakil. Egy benti cicánál viszont nagyon nem mindegy, hogy miért fog kakilni, úgyhogy én megszoktam nekik venni ezt a laktózmentes hiper-szuper macska tejet. Egyébként a sima laktózmentes tej is jó nekik, de sokkal sűrűbb annál, és nagyon-nagyon szeretik, tényleg nagy imádattal veszik körbe. Nagyon szereti Muffin is egyébként, és tartalmaz taurint is, E-vitamin, D3-at, és mondom, laktóz csökkentet, tehát nincsen benne laktóz, úgyhogy én ezt adom az én állatkáimnak. Egy ilyen kis flakonka, nagyon kevésnek tűnhet, de a négy állatka két alkalommal szokta elfogyasztani, és nagyon-nagyon örülnek neki, hogy néha ezt is kapják csemegeként. És akkor innentől már csak az én jutalomfalatjaimról és a sminktermékekről lesz szó, ebből sem lesz túl sok. Elsőként mutatnék egy ilyen teljesen természetes összetevőkkel rendelkező vegán gumicukrot, bár nem nevezném gumicukornak őszintén szólva. Tehát, hogyha valaki ennek nekiáll úgy rácsálni, mint a gumicukornak, akkor abszolút egyből szétharapja és nagyon puha termékről van szó. Tehát inkább zselécukorkának nevezném, és hát én szopogatni szoktam, így nagyon sokáig kitart. Egyébként sokkal édesebb, mint amire számítottam. Ugye a Katjes joghurtos
kakaós gumicukrokat ismerem még ilyen természetes összetevőkkel, és ahhoz képest ez ezerszer cukrosabb, vagy hát édesebb, úgyhogy nagyon keveset szoktam belőle fogyasztani, igazából 4 darabot maximum egyszerre, mert utána már besokallok belőle. Elég drága termékről van szó, hiszen az 50 g, ha jól emlékszem, 300 forint volt, de mivel természetes, nincs benne hozzáadott cukor és stb., ezért úgy voltam vele, hogy ezt így megveszem magamnak, és akkor csemegeként ez jobb lesz nekem, mint egy sima gumicukor. A következő termék egy nagyon régi kedvencem, és nagyon-nagyon szeretem, és rengeteget iszom belőle. Ez egy Bio Primo Classic Chai Tea. Ugye a chai tea, ami igazából érdekesen hangzik, hiszen a chai az a keleti neve a teának. Na mindegy, a lényeg az, hogy ez egy vegán termék szintén, és fűszeres fekete teáról van szó, amit én úgy szoktam elkészíteni, hogy hát... félig tejet, félig vizet melegítek most már fel, és abba áztatom be ezt a terméket. Amikor kiázott a filter, akkor pedig egy icipici mézet adok hozzá, nagyon keveset, ugyanis eleve a fahéj és a vanília miatt ez egy édes termék, úgyhogy a tej az, ami esetleg kalória lehet benne, egyébként pedig sokkal kevesebb cukor kell bele, mint egy finom fekete teához, úgyhogy ezzel így a cukormennyiséget is csökkenthetjük, ha nem akarnánk annyit fogyasztani belőle. És egyébként kibontható úgy, hogy itt az alján letépjük a perforált részt, és akkor így egy-egy terméket mindig kihúzogatunk belőle, tehát ez is így nagyon tetszik benne, hogy ilyen praktikusan alkoholható és bio chai tea. Nagyon-nagyon finom, nagyon tudom ajánlani, tényleg a chai az egyik kedvencem, tehát abszolút téli időszakban olyan, mintha az ember valamilyen folyékony süteményt inna, annyira finom ez az egész így elkészítve. És akkor következnek a sminktermékek, és elsőként két Catrice terméket mutatnék, amelyek mellé aztán kaptam egy harmadikat ajándékba, nem is tudtam, hogy ez fog történni. Az első az az Omad Plus púder, amelyet már többször említettem kedvencek között, és most meg tudom mutatni, hogy hogy néz ki, amikor még érintetlen a felirat. Nagyon-nagyon mutatos, az Omad van beleírva sokféle mérettel és irányban. Nagyon-nagyon tetszik, egyetlen hiánya az, hogy nincsen tükre, de ez azért könnyen kiküszöbölhető, egy másik kis sminktükröt bedugunk mellé és kész. A másik pedig egy Long Lasting Brow Definer Fields, amely, hát láttam külföldi videóban, léteznek ilyen termékek, és nagyon régóta szerettem volna kipróbálni egy ilyet, de eddig csak az Art Deco kínálatában láttam eléggé drágán, viszont most már a Catrice-nél is kapható ilyen, ez rendkívül nagy örömmel töltött el engem, és mivel a kettő együtt körülbelül 2000 forintot tett ki, mint kiderült utólag volt egy olyan akció a Müllerben, hogy ha 1500 forintért vásárol valaki Catrice termékeket, kap egy Smoky Eyes palettát ajándékba, és én ezt a lila palettát kaptam. Nekem úgy tűnik így első ránézésre, megpróbálom kibontani. Nem tudom kibontani. Szóval, hogy az egyik, a legsötétebb szín, az krémesnek tűnik benne, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy a szemhéjtusként kell lehasználni, vagy hogyan lehet a legjobban kihasználni ezt a dolgot. Azon kívül pedig még 3 további lila árnyalat található benne. Kíváncsi vagyok, hogy hogyan teljesít. Én a Catrice szemhéjpúderekben egy kicsit csalódtam, mert nem olyan pigmentáltak, mint amely ennek szerintem kellene lenniük. Oké, hogy egy olcsóbb árkategória, de azért lehetne pigmentáltabb. A monoik például nagyon-nagyon jó minőségűek, viszont a palettákban általában ugye sokkal gyengébb minőségű termékeket találhatunk, úgyhogy kíváncsi vagyok arra is, hogy ez hogyan fog teljesíteni. Ezen kívül még beneveztem egy Terra Naturi palettára, ugyanis nagyon régóta szemeztem vele, amúgy is nagyon olcsó, hogyha jól emlékszem, 1300 forint környékén van az ára, de most a 20%-a már úgy voltam vele, hogy nem is hagyom ott, hanem tényleg elhozom magamnak. Nagyon emlékeztetnek a színei a L'Oréal palettára, amelyet a szerzemények között, a sminktermékek között már mutattam. Ugyanakkor biotermékről van szó, ugye a Müllernek a saját márkája, tehát elvileg semmilyen fajta károsanyag nincsen benne. Hát kíváncsi vagyok, és össze fogom hasonlítani mindenképpen a L'Oréal palettával. Az utolsó termék pedig az örök kedvenc korrektorom, amely igazából szemhéjalapozóként van eladva, de én korrektornak használom a szem alatti sötét karikákra, ugyanis ahhoz képest, hogy nekem nagyon erősek ezek a karikák, sajnos feketék és lilásak, akármennyit alszom, tehát ez inkább valami genetikai adottság lehet, hát kevés korrektor tud velük megbirkózni, ez viszont abszolút leküzdi őket, és ugyanez most valami AFAE kódú, nem tűnik annyira sötétnek, tehát lehet, hogy ez most valami gyártási kód. Ugye én annak idején mondtam, hogy az AA a legvilágosabb, és az AB a sötétebb, ez akkor valóban úgy volt, és több tételt is meg tudtam úgy venni belőle, hogy ez így igaz volt. Ez viszont ahhoz képest, hogy AFAE nem olyan sötét, és szerintem a jelenlegi bőrszínemhez stimmelni fog. Van ugyan még belőle egy előző példány, de ez olyan, hogy szeretem, hogyha mindig van itthon belőle, hogyha elfogy az előző, akkor jöhessen a következő, mert tényleg zseniálisan jó termékről van szó.
Ezek voltak tehát a glamour napi zsákmányaim, tényleg nem sok mindenre neveztem be idén. Igazából már az elmúlt években többször is előfordult, hogy semmilyen fajta terméket nem vettem ezek során, a napok során, mert többet ér nekem a nyugalom, mint hogy ott a kuponok miatt tolongó emberek között vegyek részt az egész őrületben. De mindenképpen érdekelne, hogy ti beneveztetek-e valamilyen termékre, és pontosan mikre is esetleg, hogyha van kedvetek, mondjátok el a megjegyzéseknél, és esetleg azt is, hogy ezek közül a termékek közül ismeritek-e valamelyiket, és hogyha igen, akkor milyen tapasztalataitok vannak vele. Köszönöm, hogyha megnéztétek a videót, és gyertek máskor is. Legyen nagyon szép napotok! Sziasztok!